Először is, minek köszönhető, hogy ilyen egyedülálló módon válaszolsz a kérdésekre? 20 település tartozik hozzám, és az emberekhez nem tudok mindenkihez eljutni. Az emberek a kérdéseiket eljuttatják hozzám, és azon a módon egy kicsit közvetlenebből szeretnék nekik reagálni, mintha írásban válaszolnak. Akkor lássuk az interneten feltett kérdéseket. Tisztelt Pócs úr, ön jó döntésnek tartja, hogy az új bölcsöde épületét a gondozónők takarítsák munkájuk után? Nem lenne jobb, ha a közmunkások végre érdemi munkát is végeznének ahelyett, hogy a söprűt és a szájukat koptatják? Az intézmény vezetővel megbeszéltem, ugyanúgy, mint az iskolánál, ugyanúgy, mint az óvodánál, hogy a közmunkások végezzék ezt a munkát. Azt mondta az intézményvezető, hogy vannak munkák, amik végezzenek a közmunkások, viszont vannak olyan munkák, amiket ők maguknak szeretnének elvégezni, ezt tiszteletben tartottam. A közmunkások egyébként elismerem, hogy olyan, amilyen, olyan munkát végeznek, amilyen, de úgy gondolom, hogy sokat tesznek azért, hogy tisztább legyen a város, sokat dolgoznak. Amikor azt látjuk, hogy támasszák a seprőnyelet, arra én is nagyon allergiás vagyok, de minden órában 50-től egészig szünet van. Sok esetben én is akkor kapom a jelzéseket, amikor éppen szünet van, csak ezt a lakosság nem biztos, hogy tudja. A városközpont felújításában szerepel a régi csecsemő otthon épülete is, ugyanis az rontja legjobban a városképet. Egyetértek a kérdésfeltevővel, valóban rontja a városképet. Nem a önkormányzatnak a tulajdona az ingatlan. A tulajdonost megkerestük, és kértük, hogy adja át az önkormányzatnak a tulajdonjogot, onnantól kezdve tudunk vele valamit kezdeni, mivel nem az önkormányzat tulajdona, így a városközpont felújításnak nem része. Tisztelt polgármester úr, az ön által már említett, korábban országosan meghirdetett hangya termelőiskolával mi a helyzet? A média reklám óta sehol nincs információ róla. Ön mégis hivatkozik rá. Kampányfogás, vagy az átlagembernek elérhetetlen lesz. Kérem, tájékoztassa a lakosságot. Örülök, hogy a kérdés kapcsán is lehetőségem van erre reagálni. Ma szombat van, és a pénteki napon írtuk alá a támogatási szerződést, innentől kezdve fog életbe lépni, nem csak Jászapátén, hanem a járságban élő embereknek munkalehetőséget fog biztosítani ez a projekt, ami egyébként 180 millió forint támogatáson indul el. Tisztelt Pócs János polgármester úr! Jászszent Andráson 2 darab dohánybolt is nyílt, ellenben 1 benzinkút bezárt. Miért nem lehetett valahogyan ezt a problémát megoldani az üzemeltetővel? Szerintem fontosabb a benzin a dolgozó emberek számára, mint a cigi. Várom válaszát. A dohány ügyben lakosság számarányosan meg volt határozva, hogy hány trafikot kell létesíteni. Jászszent Andrásra 2 üzlethelység esett, ez alapján 2-nek kell működnie. A benzinkút az egy magánvállalkozásnak a tulajdonában működött. Egy magánvállalkozást nem lehet befolyásolni, hogy akkor is dolgozzon, ha számára ez veszteséges. Ez a vállalkozónak az egyéni döntése volt, egyébként egyetértek. Jászszent Andrásnak hiányzik a benzinkút, remélem, hogy minél hamarabb lesz vállalkozó, aki ezt felvállalja. Tisztelt polgármester úr, abból az ígéretéből, hogy Apátin sokkal több munka lehetőség lesz, eddig miért nem vettünk észre semmit? Én úgy gondolom, hogy a munkahelyteremtés kapcsán sokat tettünk Jászapátén. A Jászposztik részéről az alapkületétel éppen ahogba történt meg. Jövő tavaszra 130-150 fő foglalkoztatását fogja biztosítani. Ezentúl, még ha olyan sok megvetésnek is van kitéve, a közmunkaprogramban közel 300 ember dolgozik. Ezek az emberek nem otthon vannak, föl kell kelni, el kell menni, dolgozni kell, és ami szintén jelentős dolog, hogy ezeknek a 10%-a főállásban már valahol évről évre elhelyezkedik. A főkefe, ami szintén foglalkoztat Jászapátén csökkentett munkaképességűeket, számára most biztosítunk egy új önkormányzati ingatlant, ahol egyre több személy foglalkoztatását fogják megoldani. Beindítanak egy olyan új projektet, ami várhatóan a jövőben nem csak a csökkentett munkaképességűeknek ad munkát. Úgy gondolom, Jászapáti elindult ezen az úton, ezzel együtt egyetértek azzal, hogy még több munkahely kellene, és ezen dolgozunk. Tisztelt polgármester úr! 3 éve ígérte meg, hogy a város méltón megemlékezik az 1956-ban és azután ott meghurcolt, bebörtönzött emberekről, akik ahhoz is bátrak voltak, hogy egzisztenciájukat, testi épségüket és családjukat veszélyeztessék. Fontos ez, és megtörtént? Minden alkalommal és minden módon tiszteletünket és főhajtásunkat fejezzük ki ezen emberek előtt.
azt hiszem, hogy az első legfontosabb lépés talán pont az ő emlékük és áldozatuk tiszteletére, hogy az első dolgunk volt a szovjet emlékművet lebontani. Azóta minden október 23-án és minden nemzeti ünnepen megemlékezünk róluk, a munkájukat, az áldozatukat messze menőkig elismerjük. Ezt tesszük a jövőben is. Üdvözlöm! Igaz az, hogy rövid időn belül Jászapátén is nyílik a Tigáznak és az Émásznak irodája? Sajnos egyelőre nem igaz. Ilyen lehetőségek nem nyílnak meg addig, amíg multitulajdonban vannak ezek a cégek. Remélhetőleg eljön az idő, amikor ezek a cégek is állami fenntartásúak lesznek, és akkor természetesen az államnak az lesz az alapvető elvárása ezekkel a cégekkel szemben, hogy a lakosság számára ezek az információs panaszirodák működjenek és nyitva legyenek ugyanúgy, mint régen. A lakosok egy része Jászkíséren a téli tüzelését autógumikkal oldja meg. Már most utánfutókkal hordják a gumikat, gyűjtik télire, nem beszélve a különböző műanyagokról, kábelekről. Ez a fűtési szezon megindulásával igen nagy probléma. Mit lehet tenni, ha az önkormányzat nem tesz semmit? Én úgy gondolom, hogy tesz az önkormányzat. Minden önkormányzatnak tennie kell ez ellen. Nem csak azért, mert ez nem egy szabályos tüzelési mód, hanem a lakosság egészségét nagyon nagy mértékben veszélyezteti. A gumik, a műanyagok égetése a leginkább rákkeltő hatásúak. Én azt kérem ezúton is a kérdés feltevőtől, hogy akár az önkormányzat, akár a rendőrség, akár az én elérhetőségemen keresztül minden lehetőséget ragadjon meg, tegyen bejelentést, és egész biztos, hogy ezt fel kell számolni, ez nem működhet így tovább. Azt szeretném megkérdezni, hogy a gyengébb 2-3 lóerős babettákra is kell-e jogosítvány, vagy ezeket lehet anélkül is vezetni? Én úgy hallottam, hogy vannak olyan segédmotorok, amihez nem kell jogosítvány. Ez igaz? Ha igen, akkor milyen motorra vonatkozik, vagy hány lóerőtől kell jogosítvány? 4 kW alatt és 50 köbcenti alatt kell hozzá vezetői igazolvány. A tipikus elektromos kerékpárokhoz nem kell semmilyen vezetői engedély. Tisztelt képviselő úr! A pedagógus életpályamodell kapcsán azt olvastam, hogy az oktatási hivatal pályázatot ír ki a mesterpedagógus fokozat megszerzéséhez azoknak a pedagógusoknak, akik megfelelő szakmai gyakorlati idővel és szakvizsgával rendelkeznek. Kérdésem az, hogy lehet-e már erről bővebb információt kapni? Ez a modell kidolgozás alatt van, reményeink szerint minél hamarabb napvilágot fog látni, egészen biztos, hogy rövid időn belül ez is a pedagógusok érdekeit fogja szolgálni, ahogy a 34%-os béremelés is. Tudjuk, hogy az előző kormány a pedagógusoktól is elvette a 13. havi fizetést. A 34%-os béremelés az jelenleg 30-40, de vannak esetek, ahol 100 000 forint plusz pénzt jelent a pedagógusoknak a zsebében. Ez a program folytatódni fog. Minden évben plusz 10%-kal többet fognak keresni a pedagógusok. Szomorúan olvastam egy internetes portálon, hogy a jövő évre sincs betervezve a szociális szféra dolgozóinak béremelése. Kérdésem nagyon sok ezen ágazatban dolgozó szakembert érint. Mikor várható, hogy a megalázóan alacsony bérünket felzárkóztatják az egészségügyi és pedagógus bérekhez? Történt felzárkóztatás ebben a szférában is. Azt elismerem, hogy nem akkora, mint a nyugdíjasok és a pedagógusok esetében. Folyamatosan fel lesz zárkóztatva ez a szféra is. Egyszerre mindent elérni, és egyszerre az egész szférának ilyen jelentős béremelést adni lehetetlen. Ez hiú ábránd is ígéret lenne részemről, a kormány részéről is. Mint tudjuk, Jász Szent Andráson öregezés történt. Szerény véleményem szerint ez rasszista alapon történő terrorcselekmény, ráadásul sorozatban. Önnek erről mi a véleménye? Mit óhaj tenni ez ügyben a dicső 2/3 élén, Pintér 2 hét alatt rendet teszünk Sándorral? Minden településen minden bűncselekmény elítélendő, ez is az. Az idősek számára elkövetett bűncselekmény ma már sokkal súlyosabb büntető kategóriába esik, ugyanúgy, hogy a pedagógusok ellen elkövetett bűncselekmény is. Nagyon sajnálom, és nagyon szomorú, hogyha ilyen dolgok előfordulnak, mint ami Jász Szent Andráson előfordult. Egy dolog úgy gondolom mégiscsak vigasztalhat és elrettentő lehet. Az utóbbi időkben folyamatosan akár az országban, akár a településeken az elkövetők megkerültek, és nagyon súlyos büntetés vár rájuk. Ami az országos közbiztonságot illeti,
persze a közbiztonság az mindig olyan kérdés, amivel soha nem leszünk elégedettek, mert ha valakinek egy tyúkját, egy sertését, egy kerékpárját ellopják, akkor számára a közbiztonság 100%-kal lett rosszabb. De tény. 3500-zal több rendőr teljesít most szolgálatot, mint a kormányváltás idején. A polgárőrség 2014. január 1-től soha nem látott 1 milliárd forint támogatásban fog részesülni. Képviselővé megválasztásom óta a járság területén, szinte minden településen majdnem, hogy folyamatosan jelen van a készenléti egység. A készenléti egység minden ismeret és kapcsolat nélkül mindenkit megállít, igazoltat, szórakozó helyekbe és a legeldugottabb utcákba is ellátogat. Nagyon sokan láthattuk, amikor a közterületeken az inkriminált személyeket megállítják, falhoz állítják, zsebkutatást tartanak és nagyon sok feljelentést tettek. Meggyőződésem, elismerve, hogy nem tökéletes a közbiztonság, az, hogy olyan a közbiztonság, amilyen, nem rosszabb, hanem sokkal jobb, ez a készenléti egységnek köszönhető. A sajtó sokat foglalkozott az Ungváról áttelepült Tárci Tímea és az ön között történtekkel. Kapott-e a hölgy azóta munkát Jászapáti önkormányzatától? Tudomásom szerint a hölgy azóta Jászberényben főállásban dolgozik egy cégnél. Örülök, hogy a foglalkoztatása megoldódott. Pócs úr, az ön képviselősége alatt egyetlen beruházás sem indult a választókerületében, amihez sikerült volna állami vagy EU-s támogatást szereznie. Ön abból él, amit még a szocialisták elindítottak, vagy a feltételeket megteremtették. Elég lesz ez 2014-ben? Hát, hogy 2014-ben elég lesz-e, azt nem tudom. Nem is biztos, hogy a beruházások alapján kell az embereknek megítélni azt, hogy mi elég és mi nem. Sokkal jobban szeretném, hogyha nem a beton, az aszfalt, a malter meg a tégla dönteni el a következő választást, hanem az, hogy az emberek érzik, hogy ez a kormány értük dolgozik. Igen, az előző ciklusban is voltak álmodozók, voltak, akik ígértek kerékpár összeszerelőt, gyémánt csiszolót, hagymaszállító üzemet és útfelújításokat. Csak éppen semmi nem lett belőle. Ezeket a projekteket, mondjuk ami megvalósult az útfelújítás, ezeket újra kellett tervezni. Ezeket újra kellett költségelni, és ennek a fedezetét meg kellett teremteni. És ezt ez a kormány csinálta végig. Az útfelújításokat a térségünkben, a városfejlesztési projekteket, ami még csak le sem volt engedélyezve. A városfejlesztési projektet is nekünk kellett újra tervezni, nagyon sok költségbe belekerült, és végre most már folyamatban van. De hogy mik voltak azok, amiket már mi csináltunk, a sportpálya felújítását teljes egészében mi kezdtük el, és mi csináltuk végig, közel 10 millió forintos összegben. A sport Jászapátin soha nem kapott akkora támogatást, mint ebben a ciklusban. A csapadék vízelvezető rendszer megépült, átadásra kerül 130 millió forintos fejlesztéssel. A komplex teleprogram 150 millió forintos támogatással létrejött, alá van írva a támogatási szerződés, és működik. A svájci egészségmegőrző program 300 millió forintos támogatással ma már 34 embernek ad fix munkát, működik. A hangya projekt 180 millió forintos támogatással, mint már beszéltünk róla, ez működik. A jársági ivóvízfejlesztési program, még ha tervezetben el is indult az előző kormány ideje alatt, ennek a kormány idején újra kellett terveztetni, újra kellett költségeltetni, és amíg az 95%-os támogatás volt, sikerült elérnünk, hogy ez 100%-os támogatást legyen. Ez egy 1,7 milliárdos projekt, ahol az 5% úgy gondolom, hogy már nagyon sokat jelent. Nagyon sok olyan dolgot kezdtünk el, amit mi csináltunk végig, és mi is álmodtuk meg. Azt ígértük, hogy Jászapátin lesz új ravatalozó, az új ravatalozó hamarosan átadásra kerül. Van gyönyörű Szent István Kizella szobor a város központban, ami augusztus 20-án átadásra került. 2010 óta az egyházmegyénk legnagyobb, és meggyőződésem szerint a legszebb temploma megújult. 2010 óta több mint 100 millió forintos soron kívüli támogatással belül megújult a templom. Meg fog újulni a városközpont, a körforgalom remélhetőleg még az idénnel kezdődik. A bölcsödét elkezdtük, végigvittük, és még az előző pályázatot szintén visszaadtuk, mert 70%-os támogatásból létesült volna, jelenleg 95%-os támogatásból a bölcsöde elkészült. És
ha már így a múltat és a jelent vessük össze, akkor az is tényként említendő, hogy 1.350.000.000 forintos hitelállománnyal vettük át az önkormányzatunkat, és most 25.000.000 forintnál tartunk. Úgy gondolom, hogy ezek olyan erények, amikre a jászapáti városvezetése az emberekkel együtt büszke lehet. Utasi Lászlót, a jászapáti iskola igazgatóját minden érintett támogatta. Csak az önkormányzat fideszes tagjai nem, ön tartózkodott. Így Utasi nem lett igazgató. Miért tartózkodott ön? Miért nem támogatta Utasit a Fidesz? Miért jó az önöknek, ha a fideszes képviselők keresztbe tesznek a városnak? A fideszes képviselők nem tesznek keresztbe a városnak. Az előző példák alapján már elmondtam, hogy mennyi mindent építettünk együtt. A város egészét, a város érdekét, a város fejlődését, ez jó lenne, hogyha nem csak egy-két pedagógus személyében határoznánk meg. Egyébként nincs benne kompetenciánk. Több alkalommal elmondtam, amit jó lett volna, ha előbb-utóbb az érintettek megértenek. Volt Jászapátén egy tüntetés. Azt kérték, hogy az iskolát adjuk át az államnak. Átadtuk az államnak. Innentől kezdve az állam dönt. Hogy a képviselőtestületnek ezen a bizonyos testületülésen milyen véleményezési jogköre volt, és ki hogy szavazott, ez mindenkinek a saját szívügye. Hangsúlyozom, csak véleményezési jogköre volt. Voltak települések, ahol a képviselőtestület 100%-ban támogatta, a tárca mégsem nevezte ki az iskolai igazgatót. Mert el nem ítélhető módon a régi rendszerrel szemben most nem az alapján kell kiválasztani az iskolai igazgatót, hogy ki barátja a polgármesternek és ki nem, hanem aki a szakmai, a tárca követelményeknek a maximálisan megfelel. Ha Jászapátén megnézzük a kompetencia méréseket, ami a gyermekekről és a jövőnkről szól, akkor megértem azokat a képviselőket, akik véleményezés jogán nem támogatták. Én tartózkodtam. Árult-e ön vagy a családja érdekeltségébe tartozó bármely cég idén importlinjét? Ez a kérdés csak lehetőséget ad arra, hogy újra és újra elismételjem. Ez a politikai riválisoknak volt egy olyan lufia, ami kipukkant. Olyan szinten pukkadt ki, hogy a múlt héten kaptam meg a legfelsőbb bíróságnak a végleges ítéletét. Az ominózus üggyel kapcsolatban a HVG-t minden egyes pontján elmeszelte a bíróság. Ez egy rossz indulatú lejáratás volt. Reméljük, hogy a HVG-nek az oldalán ugyanannyi ideig meg fog jelenni a helyreigazítás, a bíróság ítélet meg fog jelenni az oldalán, amennyi ideig a lejáratáson megjelent az újságban. Önök egy csere keretében Jászapáti város tulajdonából földet adtak párttársuknak, Kis Jánosnak. Kis 10-szer nagyobb területet kapott, aminek aranykorona értéke 8-szorosa a saját korábbi földjének. Ez ön szerint arányos csere volt? Nem gondolja, hogy önnek és Kisnek le kellene mondania? Megértem, hogy a kérdés feltevőnek és a mögötte lévő társaságnak savanyú a szőlő. Ez nem arról szól, hogy ki mennyi területet kapott. Ugyanannyi területet kapott Kis János, mint bárki más, aki a Jászapáti iparipar bővítése céljából elcserélte a területét. A kérdés feltétel és az ezzel járó hercehurca arról szól, hogy az előző képviselő, az előző polgármester 20 év alatt nem tudott munkahelyet teremteni. Mi munkahelyet teremtettünk. Ez az ügy erről akarja elterelni a figyelmet. Természetesen a munkahelyteremtésért mindent megtettünk. A jövőben is megfogunk. A 36 millió forinttal eltűnő NJL Kft. Esetében azt írta a belügyminiszternek, hogy az ön nevével és székhelyével lobbizva nyertek uniós támogatást. Ezt hogy értette pontosan? Nem a pályázatok színvonala számít, hanem az ön neve. Más esetben is előfordult már, hogy az ön nevével lobbizva jutottak támogatáshoz? Nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy az NJL Kft. Nem lelépett a pénzzel, hanem az utolsó fillérig vissza fogja fizetni az államnak. Képviselőként az a dolgom, hogy a településen, Jászapáti településen és minden egyes településeken az önkormányzatok, a vállalkozók a munkahelyteremtés érdekében lobbizzak. Mindent megtettem, és mindent meg fogok ezután is tenni, hogy a térségben munkahelyet teremtsek. A belügyminiszter úrtól személyesen kértem ebben az ügyben kivizsgálást, az eredmény közéletével semmilyen törvénytelenség és szabálytalanság nem történt. Mint elmondtam, ezután is mindent meg fogok tenni, akkor is, hogyha a végén egy-egy munkahelyteremtő projekt lehet, hogy nem jön össze. De egyetlen egy lehetőséget sem fogok kihagyni, amit meg kell ragadnom, és meg fogok ragadni a járság, vagy a jászapáti fejlesztése érdekében. Köszönjük szépen! Kérdéseket továbbra is feltehetik a facebook.com/pócsjános.jásság oldalon, vagy névtelenül az ask.fm/pócsjános lapon.
Köszönöm.